A hatodikosok adták elő az Egri vár ostromát, így emlékeztek a hűs várvédőkre. Dobó István, Egri várvédők és török támadók bőrébe bújhattak a fiatalok, a névadó előtt is tisztelegtek az előadással. Én Tinódi leszek. Nekem úgy nem is kell harcolnom, de nem baj, mert én sokat fogok benne énekelni, és a lányokkal még táncolni is fogok. Minden évben az Egri vár napjához kapcsolódva szervezik az iskola napot, mondta Erázsi Botond, az iskola intézmény vezetője. Hozzátéve dobókapitány bátorsága, Bornemisza leleményessége és Tinódi tudása példa kell, hogy legyen a mai fiatalok előtt is. Megemlékezünk iskolánk névadójáról, Tinódi Lantos Sebestyénről, aki az Egri vár ostrománál jelen volt és a krónikákban rögzítette az ottani eseményeket. Ennek nyomán tudta Gárdonyi többek között megírni a Egri csillagokat. Az iskola nevét viseli az ő neve, és hát nagyon szeretettel emlékezünk rá, hiszen művészet oktatási jellegű intézmény is vagyunk, az énekzene és az egyéb művészetek nagyon fontosak számunkra. Ez alkalommal hirdették ki az iskola rajz, angol nyelvi és irodalmi pályázatának eredményeit is. Utóbbira idén több mint 50 pályamű érkezett. A legkiválóbb alkotásért idén is az iskola egykori pedagógusáról, Gáspár Andreáról elnevezett díjat kapta meg írója.